Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Idősek világnapja, a szépkorúakat köszöntötték. Fejlesztettek, a vidék nyert a beruházással, innovatív terménytárolót adtak át NAKON. Sváb hagyományok, Tungi Fesztivál Tamásiban. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban mintegy 600 millió 60 év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Kiemelten fontos, hogy minden évben gondoljunk rájuk, és méltóképpen köszöntsük őket. Idén több Tolnavár megyei településen is előadásokkal, zenés programokkal kedveskedtek a városban élő szépkorúaknak. Az első idősek világnapját még az ENSZ határozata alapján 1991-ben rendezték meg, azóta pedig minden évben október első hétfőjén emlékezünk meg a környezetünkben élő szépkorúakról. Az a közösség, amely a legbölcsebb korosztályok tudására épít, először saját, majd később unokáinak, dédunokáinak jövőjét alapozza meg. Így kívánunk tenni mi magunk is, hangsúlyozta Gyurkovics János alpolgármester a szépkorúak köszöntésére szervezett városi ünnepségen Szekszárdon. A híres filmrendező Ingmar Bergman nagyon találóan a hegymászáshoz hasonlította egyszer az időskort. Azt mondta, minél magasabbra hágsz, annál fáradtabb vagy, nehezebben kapsz levegőt, de sokkal jobban átlátod a dolgokat. És ez az, tisztelt hölgyeim és uraim, amit kevesen tudnak. Hasonlóan vélekedtek Bonyhádon is, ahol színvonalas műsor keretében fejezte ki a város háláját a közel 600 főt számláló ünnepelteknek, ezzel is megköszönve mindazt, amit a társadalomért tesznek. Hosszú éveket rendezünk ilyen eseményeket, de évről évre egyre hamarabb készülünk rá, és egyre nagyobb szívvel, mert mi is feltöltődünk, amikor már készülődünk. Remélem látszik rajtam is, meg az összes kollégámon, mert egy nagyon-nagyon nagy csapat áll mögöttem, aki segít ebbe. Örülünk annak, hogy itt a városi sportcsarnokban méltó körülmények között ültetett asztal mellett, szép terített asztal mellett tudjuk vendégül látni az időseinket, 600-ukat, hiszen ennyien férnek be ide a sportcsarnokba. Zenés, énekes műsorral köszöntötték a szépkorúak lelkes táborát Tolna városában is, ahol Appelszoffer Ágnes, Sütő András író szavaival méltatta a városban élő szépkorúakat. Sütő András írja egy helyütt. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. A mi nemzedékünk bizony sokszor nehezen veszi tudomásul, hogy már pedig a világ nem vele kezdődött. Hogy a nemzedék előtt is volt élet. Hogy a mi világunk éppen az önök és az önök elődeinek munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra ezt a várost, ezt a jelent. Budapest, Budapest, te csodás! Tamásiban az Operett Színjátszó Egyesület köszöntötte az időseket, népszerű operett részletekkel, sanzonokkal és kuplékkal. Egy napot kijelölünk, pedig valahogy úgy kéne éljünk, hogy minden napot annak szentelünk, jelesül az idősek tiszteletének, hiszen a mai köszöntőben is elmondtam, hogy olyan érzések kavarognak bennem, mint az öröm, az irigység és a remény. Öröm az, hogy ilyen szép számmal eljöttek, ez több dolgot jelent egyszerre, hogy igen sok kedves idős van a városunkban, akinek örömet okozhatunk ma, és öröm számomra, hogy egy gesztussal tudjuk valamit, hát igazából nem mondom, hogy viszonozni, mert az sosem lehet, de ennek a korosztálynak a tiszteletét megadva egy rendezvényel kedveskedni nekik. Dombóváron Pintér Szilárd polgármester köszöntötte a szépkorúak népes táborát, beszédében pedig kihangsúlyozta, hogy fontos az idősek tisztelete, és a városnak fontos a méltóság teljes öregkor középpontba helyezése. Dombóvár rendezvény naptára jelentősen kibővült, számos olyan esemény kerül megszervezésre, amely alkalmas arra, hogy a generációkat összehozza, hogy a személyes kapcsolatok és a közösség épüljön és erősödjön. Móra Ferenc szavaival élve,
Az ember akkor öregszik meg, mikor mosolyog azon, amin valaha sírt, és nevet azon, amiért valamikor a fogát sikorgatta. Életbe lépett az új ügyeleti rend Tolna vármegyében. Október 1-től a 1830-as központi telefonszám hívásával kérhetnek segítséget a betegek. Az Országos Mentőszolgálat vezetése alá kerülő ügyeletek az egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek megfelelően telefonon szakszerű tanácsot adnak, szükség esetén pedig sürgősségi ügyeleti autót vagy mentőt küldenek. A telefonszám felnőttek és gyermekek esetében is hívható hétköznap 16 óra és másnap reggel 8 óra között, hétvégén és ünnepnapokon pedig egész nap. Az új ügyeleti rend fokozatosan, egységesen jövő év elejére lép életbe az országban, régiónkban eddig Baranya vármegyében vezették be. 2 ünnepet tartottak Nakon. A településen működő mezőgazdasági ZRT már több mint 60 éve működik, és a cég most egy új terménytárolóval is bővült. A létesítményben vetőmagot állítanak elő. A fejlesztéssel nem csak a vállalat tett komoly lépést az innováció felé, de a helyi családok megélhetése is hosszú időre biztosítottá vált. Kattogtak a fényképezőgépek a szalagátvágás közben. Volt mit dokumentálni. A Naki mezőgazdasági ZRT telephelyén kormányzati és uniós támogatással felépített terménytárolót adtak át. A beruházásnak köszönhetően a vállalat komoly lépést tett a precíziós mezőgazdaság elterjesztése felé. Az új csarnokban és az ott található berendezésekkel ugyanis szántóföldi vetőmag hibrideket állítanak elő. A feldolgozás előkészítéséig itt marad a termék, akár nálunk is elképzelhető, hogy a fémzárolás is megtörténik. Ez nyilván a megrendelőnek az igénye szerint változhat, és hogyha a megrendelő igénye az, hogy mi fémzároltassuk le a terméket, akkor mi készen állunk arra a vetőmag manipuláló rendszerünk okán, hogy el tudjuk végezni ezt a folyamatot, a tisztítási, válogatási folyamatokat, és ennek eredményeképpen fémzárolhatóvá válik a megtermelt vetőmag. Vagyis a vállalat a most átadott technikával akár új, a klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodó vetőmag hibridek előállítására is képessé vált. Az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára szerint a jövő az olyan cégeké, mint a Naki, amelyek innovatív, új módszerekkel reagálnak a kor kihívásaira. Ezt pedig a kormányzat is támogatja. A vidékfejlesztési programnak 2024-től induló egyik támogatási prioritása a magasabb feldolgozottságú termékeknek piacra jutását szolgálja, beleértve az élelmiszeripari feldolgozás elősegítését is. Ez kiemelt célja a minisztériumnak, kiemelt hangsúlyt helyezzünk rá, és nem csak szavakban, hanem a vidékfejlesztési program erőforrásait tekintve, tehát a támogatásokban is. 2024 első negyedévétől kerülnek meghirdetésre ezek a pályázatok. A Naki mezőgazdasági ZRT jogelődjét akkor még termelő szövetkezetként több mint 60 évvel ezelőtt hozták létre. A vállalat hamar a település és a környék legnagyobb foglalkoztatójává vált. Sok ottani családnak biztos megélhetés garantálva. A cég ugyanígy segíti ma is a vidék fejlődését. Erről Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszélt. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a mezőgazdasági cég az elmúlt évtizedekben mindig megpróbált alkalmazkodni a lehetőségekhez, és ami nagy előnye volt, hogy egyben maradtak, még akkor is, hogy a tulajdonosi szerkezet megváltozott, és így ennek a térségnek az egyik kiemelkedő mezőgazdasági cégje maradt, illetve azzá vált. Egy olyan cégé, ami Nakon például az önkormányzatnak a legnagyobb adóbefizetője. De itteni embereket alkalmaznak, és a vidékfejlesztésben óriási szerepet játszanak. Azért is van, hogy a kormány ezeket a cégeket is támogatja. A most átadott Naki beruházás több mint 300 millió forintból valósult meg. Megjelent Sas Erzsébet anyakönyvvezető 8. könyve, amely több évtizedes pályájának történeteiből szemezget. 55 történetet tartalmaz a kötet, vidám, érdekes, szomorú is akad közöttük. A szerző azt mondja, nincs recept a szerelemre, és egy kis szerencse is kell hozzá, vagy rátalálunk, vagy nem. Hozzátette, a könyvben több témát is érint, bemutat.
Nagyon-nagyon régóta gondolkodtam rajta, hogy ezeket a történeteket meg kellene írni. Aztán egyszer csak nekifogtam és megírtam, az egyik történet hozta a másikat magával, de ez nem csak az esküvői történetekről szól ez a könyv, egy kicsit a hivatali életről, egy kicsit a saját életemről, tehát egy ilyen nagyon-nagyon összefoglaló arról az időszakról, amikor én a Városházán 30 évet eltöltöttem, mint anyakönyvvezető. Egy óra belőlünk címmel diákkoncertet adtak a Szekszárdi Garai János Gimnázium dísztermében a Zenevilágnapja alkalmából. Naszladi Judit énekzenetanár, karnagy, a program szervezője elmondta, egy óra komoly zenélést és a zene szeretetét hozták el a fellépők a közönségnek. A gimnázium újjáalakult vegyeskara és a Liszt Ferenc Zeneiskolával közös együttműködés eredményeként hangszeres fellépők álltak a színpadra, klarinét, kürt, zongora szólalt meg többek között. A Zenevilágnapját 1975 óta ünneplik szerte a világban. Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO közös felhívására azért, hogy a zene népszerűsítésével a nemzetek közötti megbékélést hirdessék. Hetedik alkalommal rendezték meg Tamásiban a Tungi Fesztivált. A program a jellegzetes sváb ételről, a tungiról kapta nevét. A délutáni műsorban gyermek és felnőtt művészeti csoportok mutatták be tudásukat és mindazokat a kulturális értékeket, amelyeket a sváb közösség igyekszik megőrizni és továbbadni a fiatalabb generációnak is. A Tamási Tungi Fesztivál a régi sváb hagyományokat eleveníti fel és örökíti tovább a következő generációnak. Hétvégén ismét gazdag kulturális műsorral és a jellegzetes sváb étellel a Tungival várták a vendégeket, érdeklődőket. Pontosabban Schlachta Tunginak hívják, mert ez disznóvágáskor szokott lenni, ebédkor az egyik étel. Húsból van, belsőségből, és a végén ez egy savanyú mártásos dolog lesz. Tehát nem pörkölt, mert sokan mondják, hogy olyan, mint a pörkölt, tehát nem pörkölt. Ezt az a svábos benne, hogy egy berántották a végén rendesen, hagyományosan zsírral és liszttel, és aztán a végén egy kis ecet kell hozzá, és kenyérrel kell enni. A zene, a tánc tájegységenként eltérő, de mindenki ráismer, ha meghallja a harmonika muzsikáját. A tánchagyományok megőrzésében pedig a legkisebbek is részt vesznek. A Tungi Fesztivál a régi sváb hagyományokat szeretné picit feleleveníteni, és amennyire lehet a generációkon át ezt továbbadni. Mindenképp szeretnénk a fiatalokat, a gyerekeket is megszólítani ezzel a rendezvénnyel, így a műsorok sorát az óvodások, majd az iskolások műsora nyitja meg. Hogy a gyerekeket is próbáljuk itt tartani ezen a rendezvényen, minden évben népi játékokkal kedveskedünk nekik, amelyeket itt a sátor mellett ki is tudnak próbálni. A Tungi Fesztiválon a sváb zene, tánc és ételek mellett a hagyományos tutyit is megtalálta az ide látogató, és választhatott magának egyet a kézzel kötött lábbeliből. Elkezdjük egy téglalappal, és akkor utána fölszedjük a sarokrészt, és akkor átmegyünk még egy pár centimétert, és akkor utána csináljuk a fejrészt. Aztán utána megy a összejövetel, ami elől ilyen, hogy kerek legyen, és akkor így fejeződik be a, és akkor mintát, meg vannak olyan megyék, nem is megyék, hanem falvak, ahol keresztemesen csinálják. Mi, bonyhádiak, úgy nem varjuk bele, hanem belekössük a mintát a pacskertba, tehát fonallal bele van kötve, és akkor így fejeződik be. A műsorban a tamási óvodások és iskolások mellett a helyi Heimattöne német nemzetiségi kórus és a Blumenkranz pedagógus kamara kórus is fellépett, illetve Bonyhád és Dunaszekcső nemzetiségi együtteseit is láthatta a közönség. Regionális híreink következnek. Új ellátási és oktatási technológiák az egészségügyben, sürgősségi napok Pécsen. Visszatették a keresztet a Nagy Árpádi templomra, segítséget adott a Baranya vármegyei önkormányzat is. Bóbita bábszínház, mi lesz a sorsa az épületnek?
Sürgősségi napokat rendeztek a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán. A 17. Pécsi Sürgősségi Napok konferencián a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseiről értekeztek a digitalizáció jegyében. Külföldi előadók is érkeztek, többek között Németországból, Lengyelországból, Szerbiából, Szlovéniából, hogy megvitassák a szimulációs képzés jelenlegi és jövőbeni lehetőségeit a szakmai kompetenciák fejlesztésében. A 17. Pécsi Sürgősségi Napok alkalmával a szakmai rendezvényen az egyik legfontosabb téma a sürgősségi betegellátásban megjelenő új technológiák bemutatása volt. Ezek a beteg állapotának pontosabb, megbízható monitorozását teszik lehetővé, akár távolról is. A másik lényeges kérdés volt, hogy ezek a modern technológiák, mint például a mesterséges intelligencia is, miként segíthetik a betegellátásban a szakmai döntéseket. Az elmúlt 17 év alatt nagyon sok minden változott az egészségügyben, illetve a felsőoktatásban, képzésben. Ezzel együtt változott a technológia is, a mostani alkalommal különösen a digitalizációt, a digitalizációnak az egészségügyben, oktatásban történő megjelenését járjuk körbe, mi azt jelenti, hogy 5 országból érkeztek vendégek, és természetesen a hazai legfontosabb szereplőket is sikerült megszólítanunk, így akár az országos mentőszolgálatot, különböző sürgősségi ellátóhelyeket, kórházakat, egyetemeket, annak érdekében, hogy lássuk, hogy hol tartunk most a digitalizációban, az egészségügyben. Külföldről, Németországból, Lengyelországból, Szerbiából, Szlovéniából is érkeztek szakemberek, olyanok, akikkel már korábban is volt kapcsolata a karnak. Szeretnénk ezt a fajta együttműködést folytatni mind a humánpáciens szimulációk vonatkozásában, tehát hogy lehet hatékonyan gyakorlati tevékenységeket tudni megtanítani, másrészt pedig a kutatásokban is. Az intézetünk a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriumban is egy komoly programcsomag részese tud lenni, ami bionikáról, illetve robotikáról szól elsősorban az egészségügyben. Ez alatt érthetjük akár az okos ruháknak a használatát, hogy mit jelentenek a jövőben, akár távmonitoring szempontjából ezek az új eszközök, de akár azt is, hogy melyek azok, amelyek mondjuk az egészségi állapot monitorozására az elkövetkezendő időszakban alkalmasak lehetnek. Az imént hallott okos ruhák egy olyan trendet képviselnek, amelyek esetében a normál ruházatunkba építenek be olyan szenzorokat, amelyekkel az egészségügyi állapotunkról kaphatunk hasznos információt, tette hozzá Betlehem József professzor. Akár a véroxigentelítettségét értsük alatta, akár a vércukort értékét, akár természetesen EKG-t, szívritmust, egyebeket tudnak elvezetni, illetve ezeket az adatokat tudjuk regisztrálni, és azt követően ezeket természetesen továbbítani egy központi tárolóhelyre, szerverre, majd kiértékelni, és hát a szükséges, akkor természetesen akár akut beavatkozási tanácsokat is tud megadni az illető szakember, aki ezt felügyeli. A 17. sürgősségi napokat a PTE Egészségtudományi Karán szeptember 29-én és 30-án rendezik meg. Felhelyezték az új keresztet a Nagy Árpádi templom tetejére. A korábban ledőlt és a templom tetejét beszakító régi kereszt helyére most egy új, fémből készült kereszt került. Az ünnepi szentmise után a keresztet megáldották és a toronysisakra helyezték. Az ehhez szükséges gépészeti technikát a Baranya vármegyei önkormányzat biztosította. Ünnepi búcsúi szentmisét mutattak be Szent Mihály arkangyal a Nagy Árpádi templom védőszentjének tiszteletére csütörtökön. A nemrég leesett és a templom tetejét beszakított kereszt helyére új készült, amelyet Kövesi Ferenc plébános megáldott. A keresztet Bilonka István és munkatársai készítették. A kereszt pótlása során több lehetőség is felmerült, mondta a bádogos mester. Többek között egy új toronyra is gondoltak, mert a meglévő már 80-100 éve szolgál. A statikai vizsgálat azt mutatta, hogy egy 20-25 évet még biztos, hogy tud, tehát nem muszáj az egész tornyot újra csinálni, és így csak a torony végére, a hegyére készült egy acéltartó szerkezet, ami egy könnyített, új horganyzott acéllemez keresztet kapott. A kereszt 2 méter 11 cm magas, 1 méter 7 cm széles és 14x8 cm keresztmetszetű, amely belül üreges. Két ember 6 nap alatt készítette el. Nem olyan régen a baleset váratlanul megtörtént, és a kereszt egy téli napon a nagy szél miatt leomlott és ráesett a templom tetejére, amelyet sajnálatos módon beszakított. Szerencsére nem sérült meg senki. Akkor hívtuk egymást, Kövesi Feri
atyával, és láttuk és tapasztaltuk azt, hogy a kertvárosiak is összefogtak egy szép cél érdekében, úgyhogy az, hogy ma néhány hónap elteltével ez a kereszt megújult formában visszakerülhetett a nagyárpádi templom tetejére, az a pécsiek, a kertvárosiak és a nagyárpádiak széleskörű összefogásának az eredménye. Szimbolikusnak is tartom, hogy Szent Mihály havában, amikor Európa szerte arról jönnek hírek, hogy a hívek elhagyják a templomokat, hogy kiürülnek a templomok. Itt a Kárpát-medence szívében, Magyarországon, Pécset, a Nagyárpádon van egy olyan közösség, amely képes volt arra, hogy újra teremtse ezt a keresztet, és a közösség összetartó erejét megmutassa azáltal, hogy van a jövője ennek a közösségnek a következő évtizedekben, évszázadokban is. Megtisztelő volt számomra, hogy ennek a szép felemelő közösségi összefogásnak részese lehettem, részt vettem benne. A Baranya vármegyei önkormányzat darus kocsival támogatta a kereszt felhelyezését. A pécsiek dönthetik el, mi legyen a Bóbita Báb Színház egykori épületével Kővári János javaslata szerint. Az önkormányzati képviselő azt mondja, most nyílt meg egy olyan topos forrás, amelyből 1,5 milliárd forintra pályázhat az önkormányzat. Az összegből fel lehetne újítani az egyre rosszabb állapotú épületet, amit közösségi hasznosításra alakíthatnának ki. Hogy pontosan milyen funkciót kapjon az ingatlan, ahhoz a városban élők ötleteire is szükség van, mondta a politikus. Vigyázat, omlás veszély, olvasható a Bóbita Báb Színház egykori épületét körbeölelő deszkakerítésen. A kordonon túl máló vakulatú falak, egyre lepusztultabb képet mutató ingatlan. Itt van, ki van már írva mögöttünk, hogy életveszély, ez azért van kiírva, mert tényleg most már önállapotban van a ház, hogy akár össze is omolhat. Ezt nem várják meg, de egy ilyen súlyos helyzetben nyilván egy gyors beavatkozás kell. A közgyűlés múlt héten döntött arról, hogy közel 180 millió forintot ráfordít arra, hogy az összeomlástól megvédje a házat. Különböző ilyen tartószerkezeti elemek lesznek beépítve. Az más kérdés, hogy nem fér bele valamiért az, hogy a tető is le legyen szigetelve, tehát tovább fog ázni majd az épület, ami azt jelenti, hogy akkor még tovább fog romlani az állaga. Kővári János azt mondja, több javaslata is volt, hogyan lehetne megmenteni az épületet. Most egy olyan lehetőséget talált, ami anyagilag kedvező az önkormányzatnak. Megjelent az uniós pályázat, amire az önkormányzat tud pályázni, amin, tehát Magyarországi uniós pályázat, nem közvetlen brüsszeli, amin erre az épületnek a felújítására is lehet pályázni. Toppos pályázat lévén gyakorlatilag az önkormányzatnak csak el kell készíteni a pályázatot, és akkor nagy valószínűséggel az nyerés halkírásnak megfelelő. Ebből a pályázatból meg lehet oldani, ez kb. 1,5 milliárd forintnyi támogatást igényel a teljes felújítás, és alapvetően közösségi célúvá kell tenni, meg kell tartani annak, hiszen 120 éve ezt a célt szolgálta a legkülönbözőbb korszakokban. Nem azt akarják, hogy valakinek üzleti haszna legyen a jelenlegi épület helyén, hanem hogy a közösség használhassa, mint korábban. Most is ezt szeretnénk, hogy az maradjon, ne egy újabb társasház épüljön a helyre, és várjuk is a pécsieknek a javaslatait, hogy mit látnának legszívesebben itt a Bóbita Báb Színházban, hogyha majd felújításra kerül, hiszen ezt már az elején kell tudni, hogy mire legyen kialakítva. Szeretném, hogyha ezt egy hónapon belül össze tudnánk gyűjteni, pécsiek javaslatait, mert a novemberi közgyűlésre be is kívánom nyújtani a konkrét előterjesztést ezzel kapcsolatban. A képviselő azt mondja, októberben már nem kerülhet a városi közgyűlés elé ez a terve, mert már lezárták a napirendi témák sorát az önkormányzaton. Kővári János szerint, ha novemberben döntés születik és benyújtja pályázatát a város a toppos forrásra, akkor akár már jövő tavasszal elkezdődhetnének a munkálatok a Mária utcai épületnél. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Idősek világnapja, a szépkorúakat köszöntötték. Fejlesztettek, a vidék nyert a beruházással, innovatív terménytárolót adtak át NAKON. Sváb hagyományok, Tungi Fesztivál Tamásiban. Kedden hajnalban előfordulhatnak pára és ködfoltok, reggel 11 fokra számíthatunk. Napközben élénkülő déli szél hoz még melegebb levegőt a térségbe, folytatódik a napsütéses, kellemes időjárás, akár 26 Celsius fokig is emelkedik majd a hőmérő higanyszála.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!